plázázni vágyók nagy örömére mától újra dolgoznak a bevásárlóközpontok. Habár nem minden szolgáltatás elérhető még, például mozi vagy gyorséttermék nem dolgoznak, azért már délelőtt is láthatóak látogatók, főleg vásárlók. Što se meni tiče, tržni centri su trebali mnogo ranije da budu otvoreni. Kad mogu kazina i kockarnice, zašto ne bi mogli tržni centri? A ja lično, zašto sam ovde? Pa da kupim poklon supruzi. Mislim da je super što ponovo rade i volimo stvarno da posećujemo. Mislim da god se ljudi pridržavaju mera, dok nose maske i to, bit će sve okej. A mozik még nem működnek a bevásárlóközpontokon belül, valamint a gyorséttermek előtt található pihenőhelyek is le vannak zárva. Emellett a kávézók is csak a teraszokon és kerthelyiségekben fogadhatnak vendégeket. Na nama je praktično u ovakvoj situaciji da se pridržavamo svih mera, da učinimo sve da naši posetioci zaista imaju siguran i bezbedan šoping u našem tržnom centru. Očekujemo da će, nadamo se, poboljšanje situacije doneti i dalje nove mere ublažavanja, tako da će i ovi delovi tržnog centra koji trenutno samo privremeno nisu u funkciji moći biti na raspolaganju našim posetiocima. A bevásárlóközpontok reggel 6-tól este 10-ig lehetnek nyitva. Az érvényben lévő biztonsági előírásokat jól látható helyen kell rögzíteniük a boltosoknak, valamint azt is jelezniük kell, hogy hányan tartózkodhatnak egy-egy üzletben. Több ellenőrre is szükség van a plázákban, amennyiben azok mérete meghaladja az 500 négyzetmétert, illetve emeletekkel és több bejárattal rendelkezik. A maszkot pedig a vásárlóknak és az eladóknak is kötelezően viselniük kell.